Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Péntek van 3 óra, és ez itt a nyugat.hu podcastje, és ma egy órán keresztül a csillagokba fogunk járni. Józsintóni kollégámmal és a vendéget kellett volna először bemutatnunk. Egy csillagász a vendégünk, Kovács József. Üdvözlöm itt a stúdióba. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. És aki nem gondolta volna, hogy csillagászok is dolgoznak Szombathelyen, az jobb, ha tudja, mert van nekünk egy ELTE obszervatóriumunk, csillagvizsgálónk, ami Gotthárd Jenő nevét viseli. Azért voltam, hogy ez olyan nehéz kimondani, de felolvasom innét. Tehát ez az ELTE Gotthárd Asztrofizikai Obszervatórium, amiről most beszélünk, vagyis a csillagvizsgáló, ahogy mi hívjuk Kámonban kint, ez a szép kis kupolás épület, és ott dolgozik csillagászként. És amikor mi dolgoztunk, gondolkodtunk itt a nyugaton, hogy ki legyen a következő podcast vendégünk, akkor azt mondtuk, hogy menjünk el egy kicsit a tudomány világában. Tehát annyi mindenről beszéltünk már, politikáról, meg napi mindenféle dologról, hát akkor beszéljünk tudományról, és miért ne inkább csillagászatról, mert az olyan szép, nem, Tóni? Igen, egyrészt nagyon szép, másrészt pedig van azért aktualitásunk is, hogyha jól emlékszem, február 19-én történt talán a landolása ennek a persze. 18-án, mert mindjárt tévedéssel kezdem. Tehát február 18-án landolt a Marson a NASA-nak ez a kis járgánya. Ami emlékszem, hogy amikor leszállt, akkor a világnak egy része nem vett róla tudomást, de volt egy kis szeglete, vagy nem is olyan kicsi, ami hatalmas nagy rajongással osztotta meg azokat a különleges fotókat, amiket küldött ez a jószág, és hát ez is az apropó, legalábbis az első apropó, hogy beszélgessünk, akkor mit kell tudni erről a járgányról, hogy mit csinál most, mit fog csinálni, mennyi ideig tartózkodik, mit várhatunk tőle. És kinek a járgánya? Ugye az Amerikai Egyesült Államok juttatta el ezt az eszközt a vörös bolygóra, és azért lehetett, ugye, ha valaki nézte a közvetítéseket, akár online, akár utólag, ugye a NASA irányító központjában, amikor megérkezett az első felvétel, illetve látták azt a kamerákon, ugye, hogy Marsot ért ugye a jármű sikeresen, akkor nagy öröm újongásba, rivalgásba törtek ki ott az irányító központban. Ennek nyilván az az oka, hogy azért ez, bár az űrkutatás most már ugye 1957 óta sok évtizedre tekint vissza, azért ez még ma is valójában egy technikai bravúr. Tehát, hogy egy tőlünk 50, 60, 70, sok 10 millió kilométerre lévő égitestre a naprendszerbe el tudunk juttatni, most a tudunk az egész emberiség, nyilván akik valójában csináltak, ez egy szűkebb szelete, el tudunk juttatni egy járművet, azt ott le tudják tenni, le tud szállni, és utána elkezd tudni működni, és kezdik azokat a méréseket, amiért oda küldte az emberiség, oda küldte az Egyesült Államok, oda küldte a NASA. Most ez a maga a küldetés, az több újdonságot is rejt magában. Nyilván nem az az első eszköz a Marson, ugye, mert 1976-ban szállt le ugye a Viking űrszondák a vörös bolygóra, és az ezt megelőző legutóbbi eszköz az pedig 2018-ban szállt le, ez az InSight szonda. Tehát több eszköz működik a felszínen magán is. Vannak olyanok, ugye ilyen roverek, amik már befejezték a működésüket, van olyan, ami még most is működik, illetve eszközök keringenek a bolygó körül, tehát űrszondák is keringenek a bolygó körül. Többek között ezekkel a roverekkel is úgy lehet kapcsolatot tartani, jó részt, vannak direkt adások is, de kihasználva ezeknek a bolygó körül keringő űreszközöknek a relé szerepét, tehát, hogy átjátszák az adásokat. Tulajdonképpen műholdként igen, tulajdonképpen így van, és akkor azokon a méréseken, amiket ők végeznek, fotózzák a felszínt, azokon kívül megcsinálják közben a szondákkal való kapcsolatot, vagy a marsjárókkal való kapcsolattartást is. Ez lehet, hogy nagyon naív kérdés, de mennyi ideig tart még egy ilyen eszköz eljut oda a Marsra? Nem, ez egy teljesen jó kérdés. Ugye a mi világunkban itt a Földön, amit ugye egy normál ember be tud látni, itt a távolságok azért eléggé összementek az utóbbi évtizedekben. Tehát ma már az nem is rutinszerű, de azért elég sokak hozzáférnek ahhoz, hogy felszállnak egy repülőgépre, és akkor mit tudom, néhány óra vagy egy fél nap múlva leszállnak a világnak a másik felén a repülőgépről. De hogyha elhagyjuk a bolygót, akkor ezek a távolságok már a naprendszerben is igencsak hirtelen megnyúlnak, megnövekednek. Ugye már a Hold is
384 000 átlagban kilométer távolságra van, ahova az amerikai űrhajók annak idején 3 napig mentek. A Mars az meg jóval messzebb van, ugye nyilván a távolság az függ attól éppen, hogy a két bolygó egymáshoz képest a nap körüli keringése során hogy helyezkedik el, és hát nyilván indítani is akkor érdemes ezeket az eszközöket, amik a vörös bolygóra mennek, hogyha ez a távolság ez éppen nem túl nagy, vagy közelében van annak mondjuk, ami a legkisebb távolság. Ezért vannak ilyen úgynevezett indítási ablakok, amikor energetikai szempontból célszerű az eszközt indítani. Ugye ezek nem nagyon tudnak rengeteg üzemanyagot magukkal vinni, csak keveset, ami az apró manőverekre elég, hanem hát saját erőből föllövik, és azzal a sebességgel, amit a föllövés után megszerzett, azzal el kell jutni a célhoz. És ugye még vannak olyan trükkök is benne, mint ugye, hát aki vadászokat ugye szokta nézni, vagy vadászik esetleg, ugye nem a vadkacsára lövünk, hanem a vadkacsa elé, ahol a vadkacsa akkor lesz, amikor a lövedék oda fog érni, ugye? Hogy ilyen, szóval nem azt túl, célozzák meg, igen, ahol a vörös bolygó éppen hanem, van. Hanem majd hanem ahol lesz, amikor oda fog érni az eszköz. Na most ugye ezek a távolságok akkor függetlenül ettől, ezek ilyen néhány 10 millió kilométer a legkisebb, 55 millió a legkisebb távolság a két bolygó között, és akkor 400 millió kilométer fölött van a legnagyobb távolság. Nyilván a legkisebb távolság környékén érdemes indítani, és ilyen helyzet volt, állt elő ugye a múlt nyáron, július végefele, amikor nem csak az amerikai eszköz, hanem arab és kínai űreszközök is elindultak a vörös bolygóra, és hogy ezt a nagy távolságot, ez valójában nem 55 kiló vagy 60 millió kilométer, mert ugye a Mars is megy közben előre, ugye, tehát ennél jóval nagyobb távolságot, tehát 400 millió kilométer, megvan az ívnek a hossza azért, amit le kell küzdeni, hát ez időbe kerül, és ez körülbelül ilyen 7-8 hónap minimum, amennyi idő alatt oda tud érni egy űreszköz a bolygóra. Ez még egy belátható idő. Tehát ez nem valójában igen, de hogyha mondjuk belegondolunk abba, hogy itt nem csak egy gép repül, és akkor most utaljunk esetleg majd az előbb elhangzott emberes Mars utazásra. Azért 7-8 hónap, ugye ezt most azért sokan tudják itt a járvány kapcsán, hogyha kicsit be vagyunk zárva, akkor annak mindenféle egyéb hatása is vannak. Tehát 7-8 hónapig repüljenek emberek egy adott cél felé, egy kis helyre bezárva, az nem egy egyszerű dolog. Erre vonatkozó információk azért már vannak, ugye a nemzetközi űrállomáson is vannak asztronauták, ugye, mert a Föld körül kering, tehát nem megy el messze, és ott is viszonylag kis helyre vannak bezárva, de azért ez még nem annyira kikristályosodó dolog, hogy mi történik, akár biológiailag egy élő szervezettel, akár pszichológiai, pszichikai szempontból mi történik egy ilyen hosszú űrutazás alatt. A biológiai részre azért vannak elképzeléseink, talán jobbak, nem vagyok ennek szakértője, talán több, mint a pszichológiai részéről, de ezek még olyan fehér foltok, azt hiszem, a tudomány és az űrkutatás történetében. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, ez egy 7-8 hónapos mutatvány az odaút, és nyilván majd, amikor vissza kell jönni, ha visszajön valaki valamikor, akkor az hasonlóan hosszú idő lesz. Ugye az első űrutazásokat még most azt lehet mondani, hogy azon gondolkodnak, hogy ez ilyen one-way ticket, ugye, tehát csak oda szóló jegyet váltanak majd azok, akik ezt vállalják és elindulnak az első Mars utazásra, de ez még nyilván sokat fog változni addig, amíg ez bekövetkezik. És tehát, hogy ott van ez a jószág, most már 2 hete, és miért jó ez az emberiségnek, vagy a NASA-nak, vagy akárkinek, hogy ez ott van? Ugye a tudomány maga az, tehát két részre bonthatjuk, ugye vannak az úgynevezett alapkutatások, amiket akik ezeket végzik, azokat első körben azért csinálják, mert érdekli őket, akár őket, akár a megbízókat, akár a nem tudom, egy szélesebb kört. A másik az, hogy van konkrét valami haszna van az egésznek. Soha nem lehet megmondani azt, vagy általában nagyon nehéz, hogy egy alapkutatásnak induló dologból mikor lesz valami olyasmi, ami akár gazdasági hasznot hajtó tevékenységbe is átfordulhat. Itt most az első kör, amiért ezek az eszközök ott vannak, az inkább az alapkutatás. Tehát, hogy érdekel bennünket, hogy a Mars bolygó az milyen. Most konkrétan ennek a szondának a fő feladata az, azt mondjuk, olyan asztrobiológiai méréseknek a végzése, hogy kiderítsék, vagy előrébb lépjünk abban a kérdésben, hogy a Marson valamikor volt-e élet,
ugye halkabban, hogy esetleg most is lehet-e találni olyan nyomokat, amelyek esetleg konkrétan mostani életformáknak a nyomai, de ez inkább az egykori marsi életre vonatkozik. Tehát a fő feladata az ilyesminek az alaposabb vizsgálata. A korábbi eszközök is nyilván ez ügy irányban már tettek lépéseket, vagy végeztek méréseket, de ezt még inkább erre hegyezték ki. Tehát az egyik az a marsi életlehetőségeknek a vizsgálata. Ugye az nagyon jól látszott már a korábbi Mars körülkeringő egységek képein, meg az ott lévő rovereknek a vizsgálataiból, hogy a Marson valaha, ez a valaha, ez több milliárd évvel ezelőtt volt víz, folyékony víz. Ugye ez az eszköz, ahova leszállt, vagy ez az eszköz, ahova leszállt most a Marson, az is egy valamikori tómeder, egy becsapódási kráter, valamikori nagy becsapódás hozta létre, és ebben víz volt. Ugye lehet látni a képeken, hogy van egy olyan része ennek a kráternek, ami úgy néz ki, mint a Földön a delta torkolatai a folyóknak. Tehát a kinézetre is, meg úgy tűnik, hogy a kőzeteknek az anyaga is, amiket már előzetes vizsgálatok voltak, ez úgy néz ki, hogy itt víz volt. Tehát azért tették oda, hogy ha valamilyen hogy, élet... Mert ez egy ilyen ígéretes terület arra, úgy gondolják, egy ígéretes terület arra, hogy ott valamilyen, akár egykori, akár mostani, maradjunk inkább az egykorinál, egykori életnek a nyomait talán könnyebben meg lehet találni, mint másutt. Ez az egyik. A másik ilyen geológiai mérések, ugye ennek egy novum, ennek a küldetésnek már voltak újdonságok a leszállásnál is, vagy majdnem újdonságok, ugye ahogyan elérte a felszínt az űreszköz, ilyen több lépcsőben történt, ugye miután kilőtték, elindult az egész eszköz ugye a Mars fele, odaérkezett, belépett a Marsnak a légkörébe, és viszonylag magasan még ugye egy ejtőernyő nyílt ki. Ez egy eddig is szokásos dolog volt valójában, de a korábbi eszközöknek a nagy része az úgy szállt le, hogy ez az ejtőernyő úgy ledobta, ugye? És akkor talán emlékszünk olyan képekre, hogy ilyen nagy gumilabdákba van becsomagolva, ugye? És akkor az ott pattog a felszínen, és majd valahol megáll, és ahol éppen sikerült megállni, az lesz a leszállási hely, és ott kezdi el az eszköz a működését, hogyha rendben megtörtént a leszállás. Itt az utolsó 2 kilométert azt nem ejtőernyővel tette meg az eszköz, hanem egy ilyen, hát ez Sky Crane, ugye égi daru, vagy valami ilyesminek, egy rakétás leszálló egység tette le valójában az utolsó 2 kilométeren az eszközt, és amikor letette a Mars felszínére, akkor ez a daru, ez el... Mint a klasszikus skifikben, amikor a lefelé van. Így van, és ugye lehetett is látni a képeken, meg a felvételeken, az utolsó métereken, amikor a leszállt az eszköz, akkor a port elfújta, ugye, az a néhány rakéta. Már Mészgaladár is így szállt le a rakétájába. Aki még el nem felejtem, tehát mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor megnéztem a NASA a honlapját, és van egy külön ilyen aloldal ennek a jószágnak, és ott vannak az összes fotó, meg térkép, meg GPS, vagy nem tudom, mint lehet követni, hogy éppen hol jár. Most volt egy ilyen megjegyzése, beszélgetés, hogy most nem csinál semmit, egy helyben áll? Hát, vagy mit? Ugye leszállt az eszköz, befejezve ezt a gondot, bocsánat, az a daru az ugye elrepült, kicsit odébb, hogy ne okozzon kárt a kifogyott az üzemanyag, és olyan 700 méter távolságban az lezuhant. Tehát az ott kvázi roncsként ott van. Na most ugye, amikor leszáll ez az eszköz, vagy egy ilyen eszköz, akkor egy csomó olyan mérést, tesztet kell elvégezni a földi irányításnak, ami azt fogja demonstrálni, hogy az eszköz működőképes. Tehát, hogy azok a berendezések, amik rajta vannak, a létfenntartásához szükséges energiaellátás, stb., az mind-mind működőképes, és amikor ezek a tesztek lefutnak, rendben vannak, akkor kezdődhet a valódi tudományos program, azok a mérések, amiért oda küldték az eszközt. Ne felejtsük el azt sem, hogy ugye az a nagy távolság, amit meg kellett tenni az űreszköznek, hogy elérje a vörös bolygót, az abból a szempontból is fontos, hogy a kommunikáció sem olyan direkt, mint ahogy mi beszélgetünk kint egymással, mert ahhoz, hogy ezt a legközelebbi távolságot, és ami a két égitest között van, ez az a durván 55 millió kilométer, azt áthidalják a rádiójelek, amivel a kommunikáció zajlik, ahhoz 3 perc kell. Ha még messzebb van az eszköz, ugye a legnagyobb távolság az meg 22 perc. Tehát, hogyha egy üzenetet akarnak váltani az űreszközzel, akkor ugye az 3 percig tart, amíg a jel odaér, meg 3 percig, amíg vissza a leg,
optimálisabb esetben is, meg 3 percig, amíg visszaér. Vagyis időeltolódás van a kettő között. Így van, tehát nem lehet így, ugye emiatt ezek az eszközök, amik ilyen nagy távolságban tevékenykednek, mondjuk ez az eszköz a Mars felszínén, egy csomó dolgot autonóm módon kell nekik megcsinálni, tehát előre beprogramozva, vagy esetleg a programokat ugye utólag frissítve, de saját magának kell. Azt mondanák neki, hogy ne zuhanj le a szikláról, már lezuhant. Igen. Most, de képzeljünk abba bele, ugye ez a korábbi eszközöknél is lehetett, hogy ülnek, nem tudom, Kaliforniában, a NASA-nak az irányító központjában, a Jet Propulsion Laboratory-ban a Mars járót vezető emberek, ott van előtte a joystick, és akkor látja maga előtt a Mars járónak a képét, amit mondjuk az a kamera közvetít, amit az eszköz lát. Na de az ugye 3 perccel ezelőtt volt, vagy 10 perccel ezelőtt volt, tehát ugye itt minden mozdulatot, minden parancsot, azt nagyon alaposan meg kell fontolni, és voltak is olyan dolgok, ugye amikor mondjuk beragadt a Mars járó, mert ugye a Mars felszínén sok por van, és akkor valami olyan területre tévedt, ahol a kerekei elkapartak, nem tudom, tehát nem tudott normálisan menni, akkor voltak olyanok, hogy napokig vagy hetekig azon ment a munka, hogy most akkor ezt hogy tudjuk onnan kimozdítani. Mert ugye sok lehetőségünk nincsen, meg nem nagyon próbálkozhatunk ott. Lejátszották nagyon sokszor a földi laborban az eszköznek a másával, pontosan beállítva azokat a körülményeket, amiket a képek alapján látnak, hogy mi legyen az az egyetlen, gyakorlatilag egyetlen lehetőség, amit ki tudunk próbálni élesben, hogy az utána működjön, és akkor tényleg mondjuk az eszközt ki tudjuk mozdítani abból a helyéből, ahol beragadt. Ez még nem fordult erre, mert ez még áll, ez az eszköz, tehát... Nem indult úgy. Nekem ilyen, ez egy nagyon ilyen racionális dolgok eddig, és nekem azt tűnt fel, egyébként mikor leszállt ez az űreszköz 18-án, hogy az internet népe milyen lelkes volt. Tehát itt nem is ilyen érzelmi töltet vette körül ezt a szerkezetet, és talán azért is, mert az előző, ami volt, nem tudom mennyire megelőző, a Curiosity, azt mondom, hogy 2 évre tervezték annak a... Amikor 11-ből 12-be szállt. 12-ben. 12-ben, vagy 2 évig tartott, és valami 6 évig ment ott fönt? Ez nem egészen tudom, hogy ez egy biztonsági játék a NASA részéről, de ezek az űreszközök általában jóval tovább működnek, mint amennyire tervezik őket. A megelőző roverek is ugye hosszú évekig voltak képesek működni, pedig jóval szűkebb időtartamot szabtak meg a működésre. Ez jelentheti azt is persze, amit az előbb mondtam, hogy ilyen biztonsági játék, hogy inkább kevesebbet mondanak, és akkor ugye az biztos teljesül, és akkor utána minden többi az már plusz. De van egy másik veszély ennek a nagyon hosszú működésnek, hogy amikor lezajlottak a látványos dolgok, leszállt, elindult először, megcsinálta az első képeket, panorámaképet csinált, innen megvan az első nagy eredmény, akkor ugye utána azért az emberek kezdik elveszíteni az érdeklődésüket. Az, hogy a laikusok vagy a közönséges emberek kezdik elveszíteni az érdeklődésüket, az sem túl jó ugye az üzemeltetők meg az odaküldők számára, de ennél még rosszabb az, hogyha a pénzt biztosítók kezdik elveszíteni az érdeklődésüket. Ugye egy politikusok, akik az anyagi hátteréről döntenek ilyesmiknek, azoknak ugye az elején az jó, mert azzal lehet villogni, lehet a nyilvánosság elé állni, és amikor azt mondják az üzemeltetők, hogy lejárt a tervezett, de az eszköz nagyon jól működik, és szeretnénk tovább vinni, de azt nem mondják, de nem biztos, hogy lesznek olyan nagyon látványos eredmények, amiket így lehet tálalni. Akkor már nem biztos, hogy olyan nagyon szívesen adják a pénzt. Nem ezt bocsánat, akar... egy igen? Pillanat, egészen más jellegű. Emeljük odébb ezt az asztalt, mert nagyon közel ültettük a függönyhöz, és engem zavar, jöjjön erre felé egy kicsit, igen, és így még ez, amikor adás közben, és még egy kicsit. Fessük ki a stúdiót. Mert hogy zavart, hogy úgy a függönybe nagyon beleraktuk, talán így jobb lesz. Okay. Azt akartam mondani, hogy és volt ez a Curiosity, és akkor ugye 2 év után ment vígan tovább, gondolom megpumpolta a NASA a költségvetést, hogy mehet még tovább, és akkor így azt vettem észre, hogy az internet népe, hogy így hatalmas érzelmi vonzódást érzett, mint egy kis állat irányába, és akkor egyszer eltűnt. Tehát nem tudom, hány volt egy hosszabb táv, amikor nem adott jelt, és akkor így eltemette az internet, hú, szegényről ez meghalt. És így fölélett. És akkor mindenki hú, de lelkes volt, hogy hú, megvan. És akkor, amikor utoljára elhallgatott, akkor egész ilyen gyász hangulat volt az interneten, hogy meghalt szegény. Tehát ilyen... De tényleg nem, nekem ez nagyon fura volt. Hát a csillagászt azért nem tudik föl. Lehet ez is, igen, ez...
Nyilván akiket érdekel ez a dolog, azok picit érzelmileg is kötődnek. Minél közelebb van az eszközhöz, minél több része volt esetleg abban, akkor nyilván annál jobban. De akit érdekel a tudomány, érdekel a csillagászat, az adott esetben tényleg kötődhet ilyen módon is hozzá. És ugye hát nem szabad leírni az eszközöket, mert fölé lett, ugye eltűnt egy időre. Itt ugye olyasmik játszanak közbe azért, hogy ugye az eszköznek az energiaellátása, az hogyan működik, és az mennyire biztosított, mennyire ideig van energiája. Ugye a legtöbb ilyen eszköz, ami a Marson működik, ez most éppen nem olyan, azok napelem táblákkal szerzik az energiát. Mm-hmm. És ugye a Marson azért elég sok por van, és nagyon gyakran lehet látni, ezek ilyen szezonális, de évente többször bekövetkező események, hogy nagy porviharok kerekednek. Vannak olyan képek a Marsról, hogy nagyon szépen látszik tiszta a felszíne, tisztán a felszíne, majd egyszer csak jön egy ilyen porvihar, és az egész bolygót beborítja, és akkor gyakorlatilag semmi nem látszik a keringő egységeknek a felvételein. Most ezek a porviharok, ezek beborítják a napelemtáblákat is, és hogyha a napelemtáblán por van, akkor nyilván kevésbé hatékony az energiatermelés, és nem tud annyi energiát biztosítani a rovernek, ami szükséges a berendezések működtetéséhez. És akkor egy ideig akkor tetszalott állapotban van. Aztán, hogyha szerencséje van, akkor valami egyéb szellő lefújta a port a napelemtáblákról, és akkor megint kaphat energiát, és működhet tovább. Említett valamit, hogy ha az eleje az nagyon látványos, és az kell azoknak, akik pénzben támogatják meg a politikusoknak, és utána elhalhat. És akkor ez egy egészen más olvasatát adja az egész csillagászatnak, űrkutatásnak, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez milyen szép eszme, túlmenni a földbolygón, bemenni a világűrbe, meghódítani a bolygókat, embert küldeni a holdra. Aztán kiderül, hogy igazából ez is egy gazdaság és egy pénzkérdés, ahova nagyon sok pénz kell, meg a politikusok támogatása kell, tehát tulajdonképpen ez is egyfajta üzleti vagy gazdasági tevékenység. Hát ilyen értelemben mondhatjuk annak is, ugye itt megint visszatérve egy picikét az elején mondott ilyen kettőágazás, hogy az alaptudomány, alapkutatás, illetve a gazdasági hasznot hajtó dolog. Ugye a csillagászatot általában az alapkutatások közé soroljuk, mert hogy nem igazán érhető tetten egyes elemeinél, hogy abból mikor lesz olyan dolog, vagy lesz egyáltalán olyan dolog valaha, ami a köz számára is valami egyéb értékkel bír. Erre persze vannak azért ellenpéldák is, ugye talán az egyik legismertebb ilyen, az a rádiócsillagászatból származik, és köznapi névem úgy hívjuk, hogy Wi-Fi. Azt egy ausztrál rádiócsillagász találta ki, megkönnyítendő a saját dolgát, ilyen adatátviteli meg az eszközöknek a felügyeletét, hogy tudja csinálni kicsit távolabbról, és ugye, ha belegondolunk, ma igen nehezen tudnánk az életünket elképzelni ma már néhány év után, vagy egy-két évtized után, ugye, mert sokkal több ideje nincsen az életünkben ez az eszköz, de ma már elég nehezen tudnánk elképzelni. És ezt az elején nem gondolta volna senki. Vagy azok a digitális rögzítő eszközök, ugye, amik mindenkinek a telefonjában, kamerájában, nem tudom, mikbe lapulnak, ezek a CCD vagy annak egyéb változatai, ugye, csipek, azok szintén, eltekintve most a katonai dolgok, tudom, hogy azt mondják, hogy, hogy minden a katonaságnál kezdődik, igen. És ugye, de a következő lépcső az rögtön a csillagászat. Tehát ezek onnan eredeznek, és ma is ugye annyira elterjedtek már, hogy ezek nélkül szintén nehezen tudnánk elképzelni az életünket. Tehát lehet azért olyan példákat mondani, amik erről a területről eredeznek, és konkrét gazdasági hasznuk van. Vagy akár most, hogy ezek a műholdak, ugye, vagy az űrkutatási dolog, aminek ugye a csillagászathoz azért van köze. Ezek nélkül is nehezen tudnánk ma létezni, hogyha nem keringene a Föld körül, nem tudom, 2000 műhold, amik biztosítják a kommunikációt, nem tudom, felmérik a Földnek az erőforrásait, és a többi, és a többi. Itt egyébként van valami határ? Tehát ki határozza meg, hogy hány ezer műhold keringhet a Föld körül, akárhány? Ez egy érdekes kérdés, hogy itt az elején beszélgettünk az adás kezdete előtt, hogy ez a szennyezés, amit itt a Földön mi csinálunk, az ugye szép lassan kiterjed a világűrre is. Ugye ez, hogy mennyi eszközt kezdünk el a Föld körül keringetni, az egyfajta szennyezésnek tekinthető, mert ezek az eszközöknek az élete az véges, és utána ott maradnak ugye olyan űrszemétként. Lehet olyan animációkat, képeket látni, ugye, hogy gyakorlatilag egy burokba vonja már
ez az űrszemét a Földet, és előbb-utóbb lesznek neki olyan hatása is, ami valami balesetbe fog torkolni, vagy ugye az űrállomásnál, nemzetközi űrállomásnál is lehetett már ilyeneket olvasni, nem csak a hollywoodi filmekben jelenik meg ez a szcenárió, hanem valójában is, hogy ki kellett téríteni az űrállomást a pályájáról, mert egy olyan űrszemét darab jött szembe, ami nem lett volna jó, hogyha eltalálja. És akkor ugye ez még megvan, ez jelenleg olyan 2000, tehát, vagy néhány ezer, most de szerintem olyan 2000 körül van, pontos számot nem tudok, de ennyi műhold kering a Föld körül, és ugye erre jött rá az utóbbi egy-két évben az Elon Musk féle Starlink műhold flotta, illetve annak az első egységei, az első csapattestei, amik kőkemény gazdasági vállalkozásnak néznek ki, picit ilyen tudomány, meg ilyen leppel alá bújtatva, de valójában az gazdasági vállalkozás. És ugye ezeknek a száma nagyságrendel nagyobb, mint ami most van. És ezek egyfajta méretűek, vagy többféle méretűek ezek, az Elon Musk-féle flotta? Amennyire darabjai. Tudom, ezek nagyjából hasonló felépítésűek. Mekkorák? És kisebbek. Hát ezt most pontos méretet nem tudnék mondani. Ugye a műholdak általában nem túl nagyok azért. Hát gondoljunk bele, ugye, hogyha megnézzük azokat a rakétákat, amik fölviszik, ugye a rakéta maga hatalmas, de a hasznos teher az ott valahol az orrában helyezkedik el. Ugye ez a marsjáró, amit most az amerikaiak fölküldtek, hát ez is ilyen néhány méteres nagyságrendű eszköz. Korábban azt olvastam, hogy pont akkor, mint egy mini Morris. Mint egy körülbelül mini Morris? Mint egy kisebb, tehát 3,5 méter, vagy valami hasonló. És ebből és, ő fellőtt több száz. És a, hát most már több ezeret talán, több ezeret. De a cél ugye, vagy a terve az olyan 40 ezer körüli. Tehát ő 40 ezer mini Morris nem, méretű. Nem, a marsjáró mini Morris. Ez a marsjáró a mini Morris. Ezek a Starlink műholdak, azok kisebbek azért, de rengeteg van belőlük. És ugye, ami a csillagászat szempontjából fájdalmas, hogy ennek vannak ugye egyéb mellékhatása is, de a csillagászat szempontjából az, hogy egy csomó plusz fényforrást, ezek visszaverik a napnak a fényét, egy csomó plusz fényforrást teszünk fel az égre, ami a ugyanolyan zavaró lesz, mint az eddigiek is azok egy bizonyos tekintetben, de a számuk miatt nem annyira, mint hogyha 10-szeresére vagy 20-szorosára fog növekedni a számuk. És ezeket most meg kell nézni, mikor vannak a fellövések. A fellövések utáni néhány napban, hogyha valaki kiáll az égbolt alá, és olyan helyen van, itt beszéltünk róla, ahol mondjuk nincs annyi zavaró fény, mint a város közepén, vagy tehát valami kevésbé fényszennyezett helyen, akkor lehet szépen látni, hogy egymás után húzogatnak el szabad szemmel is ezek a néhány 10 másodperces időkülönbséggel ezek a műholdak, ha meg kirakunk egy fényképezőgépet hosszú záridővel, akkor meg a csíkokat is lehet egymás után látni. Mit akar nagyon ezekkel a maszt? Igen, igen. Mit akar? Ugyanez jutott eszünkbe. Hát ez ugye érdekes kérdés, ugye amit az ellenzők gondolnak, tehát akinek nem tetszik ez, mondjuk az egész csillagász szakma az ilyen, azok, csatlakozom. Amennyire én olvasgattam ezeket, akkor azzal vádolják, hogy azért kőkemény gazdasági érdek, mert ugye ezek, ő azt mondja, hogy ilyen internet ellátása az egyébként ellátatlan területeknek, ahol ugye nincsen normál internet lefedettség, de az én tudásom szerint azzal vádolják, hogy ez valójában ilyen tőzsdei tranzakcióknak a meggyorsítására szolgáló. Ugye olyan tranzakciók, ahol mondjuk ilyen század vagy ezeret másodperces időtartamok számítanak az üzletkötésekben. Lenyomom a gombot, és a gomb lenyomásától kezdve hány másodperc alatt teljesül az a tranzakció, és akkor és itt hogyha, ez az ha gyenge a kapcsolat, vagy nem olyan jó, akkor ugye ez nem fog működni, vagy nem úgy fog működni, viszont hogyha, tehát ilyeneket lehet hallani erről a dologról, de mondom, ezek ilyen pletykák meg szóbeszédek, nem biztos, egyébként hogy egyébként az igaz. Egész jellemző az Elon Musk megítélésére, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy most egy pozitív figura, egy negatív figura, tényleg a technológia előrehaladása és előfejlesztése a cél, és ez egy ember vagy egy olyan ember, aki... De mindenképpen ilyen emberekre valószínűleg szükség lesz, ugye, mert visszatérve a pénzet, ugye a pénz határoz meg mindent. Tehát az államoknak az erőforrásai azok végesek, amiket erre fordíthatnak, azok meg még inkább. Tehát nyilvánvalóan nem csak az űrkutatásban, de lehet, hogy ott a legelőször, ezt mutatja ugye a példa is, szükségesé válik a magántőkének a bevonása. Tehát azoknak az embereknek, akiknek van valamilyen víziója, most az, hogy az pozitíve, negatíve, vagy milyen módon lesz majd hasznosítható, az itt talán lehet, hogy mellékes, de van valamilyen víziója erről, és ezért hajlandó ő nagy összegeket is
föltenni, kockáztatni, erre a projektre fordítani. Tehát ő most még egy ilyen első gólyaként, vagy nem tudom én. Lehet, hogy a végső célja az, hogy turistákat röptessen az űrbe, vagy nem tudom, a Holdra, vagy a végén majd a Marsra. Meg kell szólaljak gyorsan, el fogom felejteni. És egy érdekes, nem tudom hány évvel ezelőtt, talán 10, interjúztam Farkas Bertalant, az első magyar űrhőst, mindenki tudja, kiről van szó. Nekem volt egyszer szerencsém fuvarozni saját autóm. És kérdeztem tőle, hogy mivel foglalkozik most. És mondta, hogyha lecsengett ez az űrkutatás itt az állami része, mert nincs pénz, meg egyebek, de hogy a magántőke jön, ez 10 évvel ezelőtt volt, és valamelyik cégnél, ugye nem mondtam, nem is kérdeztem, hogy melyiknél, hogy ő tanácsadóként dolgozott, és hogy ez a jövő. Azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy az államnál bezárultak a kapuk, viszont egyre jobban nyílnak meg. És ő is azt mondta, hogy az űrturizmusban látja a jövőt. Lehet, hogy az államok űrkutatásának meg fog maradni, ez most az alapkutatási, az alapkutatási rész, tehát hogy a tudományos részt, és akkor a gazdaságilag hasznot hajtó részek, azok pedig esetleg átkerülhetnek a magáncégeknek. Ez olyan lesz, mint a magyar egészségügy. Mi hasznot hajt, azt privatizálják, a többi meg ott marad. Nem tudom, hogy csak mit tényleg, mert szakértő, mit gondol erről az ő? Tehát a mi életünkben ez reális? Hát nem hiszem. Tehát ugye nyilván abban olyan értelemben, akár már most is beszélhetünk róla, hogy azért volt már egy-két példa arra, hogy egy-egy embert, akinek rengeteg pénze volt, ez ugye több 10 millió dollárban mérhető költség egy-egy ember, azt fölvitték valamilyen módon, amit már ugye űrutazásnak lehet titulálni. Kis volt az a magyar származású úriember, akit nem tudjuk. A Simonyi. Igen, Simonyi. Igen, azért van, ezért van nálunk szakember. Ugye lehetett ilyen kisebb űrutazás, ugye a Netka, ugye, tehát akit valójában egy nem űrutazás volt, hanem egy MiG-29-es vadászgéppel 20 km magasságba vitték fel, amennyire emlékszem, ami ugye még nem a világűr, de ugye a normál repülési magasságoknál azért jóval magasabban van. Tehát, de ugye itt a 10 millió dollárok röpködnek, tehát hogyha valaki ilyet szeretne csinálni. Azért nem gondolom, vagy gondolom, hogy egyrészt már én már öreg vagyok, hogy a mi életünkben ez, vagy az én életemben ez bekövetkezhetne. Másrészt, hogyha megnézzük a trendeket, hogy mikorra gondolták azt, hogy mikor lesz mondjuk marsutazás. Egyik kollégánk, Keszthely Sándor összegyűjtötte pont a napokban az elmúlt 50-valahánytól a Meteor című csillagászati folyóiratban, meg az elődeiben megjelent cikkeket, hogy az adott évben, ezzel foglalkozó cikkekben mit gondolkodnak a szerzők, hogy mikor fog bekövetkezni az emberes Mars utazás. És akkor ez ugye ugyanaz, mint a termonukleáris energia, a gazdaságilag hasznosítható termonukleáris energiatermelés, hogy mindig 50 évre van. Tehát 50 évvel ezelőtt is 50 évre volt, meg most is 50 évre van. A marsutazás is 50 évvel ezelőtt is 30 évre volt, meg most is 30 évre van. Az Elon Musk is szeret bejelenteni különben, hogy majd ez lesz, meg az lesz, és akkor nem biztos, hogy az lesz. Ha visszanéznék a Musknak a bejelentései, hogy 10 évre visszamenőleg, hogy mit jósolt, és akkor nem biztos, ezek, hogy ez pont úgy ugye történt. A jövő jóslatok, ezek általában nem nagyon szoktak. Ugye nyilván mindenki ilyen grandiózus dolgokat próbál ki, és mivel foglalkozik, hogy akkor most ilyen futurológus, meg ilyesmi. Ez a marsutazás, ez egy grandiózus dolog, ugye? Tehát ilyet jó megjósolni, de nyilván bizonytalan. Viszont ugye azt valószínűleg senki nem tudta volna megjósolni, még akár mentem 30 évvel ezelőtt sem, hogy ma mindenkinek egy olyan eszköz repül a farzsebében, aminek a számítástechnikai kapacitása az nagyobb, mint a 40 évvel ezelőtti sok millió dolláros szuper számítógépeknek a számítási kapacitása. Tehát sok minden történhet megadott időn belül, amire nem. Csak nem biztos, hogy abban az irányba megy. Ahogy azért a Holdra is mégiscsak eljutottunk, de furcsa módon abból nem lett egy rendszeres utazás. Ugye ez egy azért érdekes kérdés, erről mindig szoktunk beszélni, amikor látogatók jönnek, csillagvizsgáló, ilyesmi, hogy ugye emellé egy komoly összeesküvés elmélet épült, ugye, hogy most akkor volt a Hold utazás. Igen, az én nagyanyám szerint nem. 1969. július, ugye 2 évvel ezelőtt volt az 50. évfordulója, és talán azt lehetne ugye a legjobb ellenpélda, amire mondjuk azért kellett várni egy kis időt,
hogy a hold körül is keringenek űreszközök, amik hold körüli pályáról mérik, vagy végzik a méréseket, és néhány évvel ezelőtt már a NASA-nak van egy ilyen külön oldal, meg lehet ezeket találni, tehát ezek a hold körül keringő űreszközök, a Lunar Reconnaissance Orbiter nevezett űrszonda, az lefényképezte azokat a helyeket is a Holdon, ahol az Apollo expedíciók leszálltak, és ott hagyták a különböző eszközöket. Ezek nagyon jól látszanak a Földről, nem lehet ezt, mert ugye messze van a Hold, hogy a kis méret miatt ezt nem lehetne a Földről látni, de a Hold pálya ról néhány 100 kilométer magasságból ezt már le lehet fényképezni, és bizony ott vannak, ott látszanak a keréknyomok, ott látszik az ott hagyott ilyen-olyan eszköz, ugye az összes ilyen leszálló egység, meg az amerikai holdi roverek. Az amerikai zászlót ott hagyták? Hát azt is ott hagyták, hát igen. Akkor annak is ott látszik. Jó, de lehet hamisítani ilyen fotókat. Illetve ugye van egy nagyon fontos kísérlet, ami azóta is töretlenül zajlik, ez a hold távolságának a mérése. Erre a célra lézertükröket hagytak ott a Holdon, ezek is látszanak egyébként az egészen, de maga a mérés is zajlik, tehát ez ugye egy bizonyítéka. Tehát zajlik egy kommunikáció. Ugye arról van szó, hogy vannak olyan obszervatóriumok, olyan intézetek, amiknek csak ez a feladatuk, hogy ezeket a tükröket lézernyalábokkal bombázzák, és ugye a visszaverődés idejéből ugye meg lehet mondani, hogy milyen messze van az a tükör, inkluzíve a Hold, ugye? És akkor ezzel az egésszel a Holdnak a távolságát ilyen centiméteres pontossággal lehet megmérni, és ezek a mérések az Apollo expedíciók óta zajlanak. Tehát ez egy ilyen indirekt ugyan, de szintén egy bizonyíték, közvetlen bizonyíték maguk a képek, hogy ott vannak a Hold felszínén ezek az eszközök, és még egy indirekt bizonyíték, ugye ez egy viszonylag gyorsan, nem egészen egy évtized alatt lezajlott projekt volt, ugye a bejelentéstől, a Kennedy elnök bejelentésétől az űrrepülés a Holdra szállás megvalósulása. Ebben ugye azt mondják, ilyen utólagos számokat lehet olvasni, hogy az akkori amerikai GDP-nek az olyan 5-6%-a ment el erre a projektre. Ez egy óriási nagy szám. Ugye most ennyi a gazdasági visszaesés ugye nálunk a járvány miatt, és mindenki nagyon meg van rémülve ettől, hogy ez mekkora nagy érték, ugye? Tehát egy iszonytató nagy pénzt fordítottak erre, és rengeteg ember, tehát több százezer ember dolgozott ezen a projekten abban az évtizedben. Melyik könnyebb? Több százezer embernek a örökös hallgatását biztosítani ez ügyben, hogy kamu volt az egész, csak ne szóljatok senkinek, vagy pedig megcsinálni a projektet magát. Igen, azt hiszem, a projekt véghezvitele az... Igen. Van egy, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ugye erre egy másik válasz, hogy ugye az összeesküvés elméletben hívőknek azt mondják, hogy igen, valóban filmezték meg, úgy csinálták az egészet, csak ugye Stanley Kubrickre bízták az egészet, hogy ő bonyolítsa le, és ugye ő maximalista volt, és ezért ragaszkodott az, hogy eredeti helyszínen forgassanak. Ugye. Statiszták leforgatták a Holdon, majd visszajöttek. Igen, ez könnyű. Igen, azért furcsa ez a dolog, mert az államok között akkora versengés, hogy melyik állam a nagyobb és a még nagyobb, hogy ezt nem akarták mégse überelni. Tehát valószínű, hogy itt tényleg nagyon nagy munka és pénz. Nyilván ez sem volt egy egyszerű dolog. Tehát ugye akik abban hisznek, hogy nem történt meg ez az egész, ugye azok azt szokták mondani, hogy miért lett olyan hirtelen vége a dolognak, vagy miért, és miért nem jártunk azóta ott a Holdon. Itt valószínűleg az történt, ugye, hogy lezajlottak ezek a Hold expedíciók 1972-ben az utolsó, és akkor felmerült a kérdés, hogy akkor most küldjünk még az Apollo 17 után még egy 18-at is, az hiszem az készült is, csak aztán nem repült már, és akkor az megcsinálja ugyanazt, amit az eddigiek csináltak. Van-e ebben valami előrelépés az eddigiekhez képest? És akkor valószínűleg úgy döntöttek, zárójel ugye, az érdekessége elapadt a dolognak, és a pénzt adók a döntéshozók számára már nem feltétlenül volt olyan érdekes. Ez esetleg meg volt támogatva azzal, hogy maguk a végrehajtók, a NASA sem látta már annyira benne a fantáziát. És ugye ne felejtsük el, hogy az első űrrepülőgép az 1981-ben repült, tehát a 70-es évek elején, de legkésőbb a közepén ott már nagyon masszívan dolgozni kellett az űrrepülőgépen, ugye, hogy az 81-ben repülhessen. Korábban kellett volna már neki, de nyilván ezekben mindig hát van tolódás. Tehát az erőforrásokat ugye akkor máshova összpontosították, és az egy szintén olyan léptékű projekt volt, hogy nyilván az is vitte a pénzt elég rendesen, tehát az már akkor lezárhatjuk, és ugye a másik az, hogy
miért nem voltunk azóta ott, mert ugye nem volt ilyen értelemben érdekes a dolog, és azért ezekből talán látjuk már, hogy ugyan nagyon sokat fejlődött az űrutazás meg az űrtechnológia azóta, de vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet úgy simán megugrani. Tehát, hogy egy olyan rakétát építsünk újra, amelyik képes eszközöket a világűrbe juttatni, az nem egy olyan egyszerű dolog. Akkor megvolt ugye a szellemi potenciális hozzá, nem utolsó sorban, ugye lehet ezekről olvasni, ugye a német rakétatechnikának, a német háborús rakétatechnikának, a von Braunnak köszönhetően, azoknak a tapasztalatoknak köszönhetően, és akkor, mikor lezárultak ezek a szakaszok, akkor, és az űrrepülőgépre koncentráltak, ugye ez egy teljesen más, vagy majd nem teljesen azért, de kicsit más módon repül, meg száll le, meg nem tudom, akkor azok a szakemberek, akik képesek voltak mondjuk olyan rakétát tervezni, amely nem tudom hány tonnát föl tud juttatni a világűrbe, azok úgy szépen elmentek nyugdíjba, meghaltak, tehát a tudás maga sem, talán nem veszett el teljesen, de nem fejlődött azon a téren tovább. Milyen érdekes, mindig azt hiszük, hogy a tudás az egyre jobb lesz, és jobb lesz, és jobb lesz, és jobb lesz, és lám. És közben felejtünk is. És közben milyen? Felejtünk de, is. Nyilván, teljesen azért nyilván nem igaz, tehát a tapasztalatok azok akkumulálódnak, és azért nyilván az Elon Musk sem saját magától talált ki mindent, meg azok az emberek, akikkel most ezeket a rakétakísérleteket végzi, azok azért nyilván máshol már szereztek tapasztalatokat, és akkor úgy van rálátásuk az addigi történésekre is. De vannak olyan részek, amik úgy kevésbé fontosak, és akkor nyilván akkor nem is fejlődnek olyan szinten. Most újra fontos lett a rakétatechnika, hogy ezeket a lépéseket meg tudjuk csinálni, el tudjunk újra jutni a Holdra első körben, ugye mert az általános vélekedés az, hogy a Mars utazás az a Holdon keresztül fog történni, tehát hogy valami holdi bázisról kiindulva lesz majd, ha megtörténik az első emberes marsutazás. Tehát az első lépés most az lenne, hogy újra jussunk vissza a Holdra. Az Alfa Hold bázisra. Nem azt akartam mondani, hogy itt közben látom, hogy átugrottunk 2-3, és valamikor a legközebbire maradnak, hogy egy témát kellene még megtárgyalnunk szerintem, most vagy a marsutazást, az emberes marsutazást, de lehet, hogy akkor azt kellene. Hogy ennek mennyi, mert sokan beszélnek róla ismét, ugye főleg az Elon Musknak köszönhetően, és most az űrjárónak köszönhetően, hogy ez hol tart ez a projekt, mennyi a realitása, mivel lehet számolni? Ez az eszköz, ami most leszállt ugye a Marson, ez azon kívül, hogy a biológiai nyomait keresi a valaha volt marsi életnek, vagy annak a lenyomatait keresi. Például végez olyan kísérleteket is, amik már abba az irányba mutatnak, hogy elősegítsék az embereknek az ott tartózkodását. Ugye, hogyha ember fog ott leszállni, akkor neki biztosítani kell ott oxigént minimálisan, meg vizet. Ugye? Tehát meg valamit enni is kell majd azért, de ugye annélkül tovább kibírja valaki. Nem tudom, ez a Marsi című könyvből készült filmet, ugye mi magyarul az eléggé el nem ítélhető Mentő expedíció címen futott a Matt Damon főszereplésével. Ugye abban azért elég jó dolgok vannak, hogyha nem is igaz teljesen minden benne, ami van, de úgy nagyjából összefoglalja azt, ugye, hogy mire kell ott számítani. Tehát lesz egy olyan kísérlet ezen az eszközön, vagy van, amit majd fognak ott csinálni, ami azt próbálja kideríteni, hogy a Marsnak a légköréből, ami 96%-ban széndioxid, meg van benne némi vízpára, meg némi ilyen, meg olyan nyomelem, kis nemes gázok is azért akadnak benne, de 96%-ban széndioxid, abból hogyan lehet ott oxigént előállítani? Ez például egy fontos kutatási témája lesz ennek az eszköznek, mert ugye amikor oda kell vinni valamit, az sokba kerül. 1 kilogramm hasznos tehernek jelenleg a világűrbe juttatása a Föld felszínéről az olyan $10,000 körül van. Most egy nagyságrendi számot mondtam. Az oroszok azok lehet, hogy kicsit olcsóbbért viszik fel, a franciák azok kicsit többért Francia Guyanáról, de körülbelül ilyen. Tehát, hogyha 1 liter vizet el akarnak juttatni a nemzetközi űrállomásra, ami ugye 350 kilométerre kering a Föld felszín fölött, akkor az $10,000 kerül. Ezért ugye nyilván az a célszerű, akár a Holdra, hogyha majd visszamegyünk, akár a Marsra pláne, hogy lehetőleg, amit ott meg lehet szerezni, azt ott szerezzük meg, és ne innen kelljen vinni. A levegő az egy ilyen, vagy az oxigén az egy ilyen dolog lehet. A víz az szintén egy ilyen dolog lehet. Azt tudjuk, hogy a Marson van víz most is. Régen volt, azt ugye ilyen nagy tömegben, folyékony állapotban is. Fagyott állapotban most is van, akár a marsi jégsapkákban, akár valahol mélyen a
vagy mélyebben a talajban kötött állapotban, hogy ezeket hogy lehet hasznosítani, hogy lehet kivonni, hogy lehet az oxigént kivonni, vagy oxigént csinálni a marsi széndioxidból, meg hogy lehet kivonni a vizet a marsi talajból mondjuk, vagy a jégsapkából, hogyha északabbra vagy délebre megy az eszköz. Egy olyan kísérlet is lesz egyébként, ami a talajt vizsgálja, úgyhogy az a vizsgálat maga az majd a Földön fog remélhetőleg valamikor megtörténni, de hogy mikor azt nem tudjuk. Ez az eszköz bele fog fúrni a talajba, és ilyen kis, nem tudom, arasznyi méretű titánból készült kapszulákba azokat a talajmintákat bele fogja tenni, és azt ott fogja hagyni a Mars felszínén. És a terv az, hogy ezt a néhány tucat talajmintát, ezt majd egy újabb expedíció, egy újabb küldetés leszáll oda, szintén egy eszköz begyűjti ezeket a kis kapszulákat, visszaviszi a Mars körül keringő eszköznek, amelyik aztán majd visszahozza a Földre. Megy a szemétszállító, és az a visz... Hát, így van. Ugye ilyen már volt, mert van olyan minta, ami kis bolygókról üstökösnek a magjából származik, és az így módon lett begyűjtve, és a szonda vissza is hozta. Ezek ilyen kis, nem túl nagy mennyiségben természetesen. Ez egy picikét több lesz, de hogy mikor fog visszaérkezni az a jövő zenéje, ez nyilván nem egy évtizeden belül lesz, mert ugye itt az űrkutatásban a projektek azok ilyen nagyságrendekben mozognak. Akkor itt még nagyon az elején tartunk a dolgok. Ez nagyon sok minden történt, ugye, de ebből a szempontból, hogy mikor fogod-e ember biztonsággal eljutni, az még nagyon az elején. Nem is megjósolható, tehát mondjuk ez 10 év, 20 év, 100 év? Hát 100 talán nincs. Ugye a 20-tól inkább, tehát én inkább azt gondolnám most, hogy ez a 20-nak még el kell telnie, és onnantól kezdve nézhetjük a dolgot. Maga az űrutazás, ugye, tehát az, hogy ugye mondtam annak, hogy vannak pszichológiai, az igen, egy külön dolog. Része a biológiai, tehát amikor a kilép az ember, vagy az űreszköz a bolygóközi térbe, akkor elveszti azt a védőburkot, ami itt a Föld körül, vagy a Földön, meg a Föld közvetlen környezetében minket körülvesz. Ami nagyon sok mindentől megvéd. Ugye van egy viszonylag vastag légkörünk, nagy sűrűségű légkörünk, meg van a Földnek egy elég erős mágneses tere. És ez a két dolog, a légkör meg a mágneses tér, ez például megvéd bennünket az úgynevezett kozmikus sugárzástól, azoktól a nagyon nagy energiájú részecskéktől, amik főleg a napból jönnek, és mondjuk okozzák a földi légkörben a sarki fényeket például. Tehát, de hogyha ennek ki van téve akár az emberi szervezet nagyon sokáig, annak beláthatatlan következményei szóval vannak. Szóval ez nem csak technikai dolog, ez nagyon kemény biológiai abban dolog. Abban az értelemben technikai, hogy meg tudjuk-e védeni magunk, a biológiai szervezetet ettől a hatástól, amit ugye mondom, itt a Földön a környezet segít benne, de amint kilépünk a puszta világűrbe, ott már teljesen magunkra vagyunk ezügyben utalva. Tehát olyan védőfelszerelésekkel, olyan védelemmel kell ellátni ezeket az eszközöket, hogy ezt a 6-8 hónapos utat kibírják, illetve magán a bolygó felszínén való tevékenységet sem. Ugye a Matt Damon, ő teljesen egy űrruha, ugye, ami azért volt, hogy ugye levegőellátást biztosítja, mászkált a felszínen, de az úgy nem működik az a dolog, mert nagyon gyorsan olyan dózist kap ebből a kozmikus sugárzásból, hogy az rövid időn belül halálossá válik. Tehát vagy az lehet az első, hogy valamilyen marsi barlangokban képzelik el az első bázisokat, hogyha ez megvalósul, ahol ugye maga szintén a természet gondoskodik a védelemről, vagy egyelőre nem nagyon tudni, hogy másképp hogyan lehetne ezt megoldani. Hát akkor ennek fényében érdekes, hogy akarunk-e mi csak odaszóló jegyet a Marsra, vagy ki akar oda menni? Nyilván biztos, hogy 7 milliárd emberben biztos találnak azért, mit tudom, 2-3-5-öt, hát aki hajlandó. Mint hogy az Elon Musknak is azt mondta volna a barátnője, hogy ő el szeretne menni, és nem jön vissza, vagy mi ilyesmit mondod. De... Hát nagyon nem lehet nagy ott a szerelem. Kénytelen az a barátnő a Marsig menni, és vissza sem hát, de lehet, hogy tudta, hogy milyen idővalumban kell gondolkodni, és akkor, hogy majd... Biztos volt igen, ígérgette ezt. Igen. Hát, de letelt az időnk, pedig hát igen, hát ez a téma, amiről akár meddig lehetne beszélni, mert érdekes, de tényleg bennem nagyon sokszor felmerül, de ezen a évben tudom, hogy tudományos eredményei mennyi vannak, és ki tudja egyszer valóban az emberiségnek ki kell menni a világűrbe,
én azért annyira nem sietnék oda. Én így távcsövön, meg csillagvizsgálóból, meg éjszaka sokkal szívesebben nézem a bolygókat, de ezzel mindenki másképp van. Sok szeretettel várunk mindenkit, ha egyszer lehetővé teszi a járványügyi helyzet, hogy újra kényesül a csillagvizsgáló. Igen, erről beszél igazgató úr, hogy mi van most, mi nincs, és akkor abban állapodtunk meg, hát most éppen nem túl aktuális ez a meghívó, igen. Hát akkor Kovács Józsefnek köszönöm, hogy beszélt nekünk az útkutatásról, meg a Marsról, meg erről a kis okosabbak lettünk. Annyival is, hogy tudjuk, hogy csillagászok is dolgoznak Szombathelyen. Köszönjük nektek a figyelmet, jövő pénteken újra várunk benneteket, ha addig nem is. Józing Tóninak is, és Kovács Józsefnek is köszönöm. Rozsnád Gyöngyit hallottátok, sziasztok!